Sziasztok, Anzsi vagyok, üdvözöllek titeket itt. A mai videómban egy igazi vanília sodót fogunk elkészíteni, ami nem puding, hanem tényleg egy igazi sodó lesz, úgyhogy tartsatok velem, és mutatom is, hogy milyen egyszerűen el lehet ezt a sodót készíteni. Vanília sodó hozzávalói: fél liter tej, 2,5 evőkanál cukor, 1,5 rúd vanília, 2 evőkanál liszt és 2 tojás sárgája. Na, a tej nagy részét beleöntjük, a kis részébe pedig, ami megmaradt ebben, belerakjuk a tojás sárgáját, a cukor nagy részét ebbe öntjük, kis részét a sárgájába, és ezt is ide rakjuk. A vaníliának pedig kikaparjuk a belsejét, így, másik oldalon is, így, és bele is rakjuk. Ezt jó forróra felmelegítjük a tejet, ezt pedig összekavarjuk csomómentesen. Először ezt megnézzük, össze lehet-e, nem kell elég bele tej, de úgy nézem, hogy ez így jó, úgyhogy megmelegítjük a tejet. Amikor a tej jó forró, még nem for fel, csak forró, merünk egy kis tejet a tojáshoz, miközben kavarjuk. Ezt úgy hívják, hogy hőkiegyenlítés. És most a tojásos részt beleöntjük a tejbe. És ezt most addig főzzük, amíg majdnem pudingos jellegű nem lesz. Ez egy kicsit hígabb lesz, mint a puding. Addig, amíg készítjük, keverjük folyamatosan, egy pár percet fog igénybe venni. Meg is lennénk a vaníliasodóval. A végén megkeressük a vanília szálat. Itt lesz az. Eddig minden kavarásnál beleakadt. Mindegy, szóval megkeressük a vaníliát, kivesszük, és lehet is tálalni süteményekkel. Én most egy aranygaluskát készítettem hozzá. Meg is van. Tadá! Mit vanília? Óvatosan. Hogy...